Mit kell kötőfalazni? Mert az, amikor az ember 40 évesen ezt megtudja, akkor egész és, ne, és nekem miért nem mondtad el ezt, Peti? Ha? Azért, nekem is jogom van tudni az életemhez, hogy úgy alakuljon az életem, hogy úgy... Hát lehet, hogy én azt akartam volna, hogy, hogy körülmeséljenek, nem? Azt most is megteheted, fiam, hogyha annyira hát ragaszkod hozzá. Könnyű, egy nő könnyen beszél a körülmetélésről. Igen, de szerintem ez nem ennyi. Miért nem mondtad el? Mikor mondtam volna el? Hát az elmúlt 14 évben... Az mondjuk el, nőjél mondjuk 5 évesen, hiába mondom el. Azért nem mondtam el, figyelj ide! Mert ha én magam nem vagyok tisztában azzal, hogy hova tartozom, hogy hogy éltem le a 40 évemet, akkor nagyon nehéz átadnom a fiamnak. És az, hogy az apám ezt nem mondta el csak akkor, amikor te megszülettél, mert ezt a titkot hordozta, mert félt elmondani, mert féltett engem, mert egy olyan világban nőttünk föl, amikor nem lehetett ilyenekről igazán beszélni, és amikor a rádiót sem úgy hallgattuk, ahogy ti most hallgatjátok, hanem mindent lehalkítottunk, és tilos volt bizonyos dolgokról beszélni, mert attól féltünk, hogy ha kiderül az a titok, akkor lehet, hogy neked ez semmi, de nekem kellett volna elmondani. Nem, ez nagyon pofává. De érted? De ne, szóval hogy ez nem lehet olyan könnyedén. Én nem tudtam feldolgozni. Most, hogy a halálám van, most ragaszkodott hozzá, hogy ez a titok mostán tovább ne legyen titok, most elmondtam neked, és tulajdonképpen... Figyelj, én most tudom, hogy hülyeségeket mondom, de ez nekem egy megkönnyebbülés. Mi? Hogy érted, hogy megkönnyebbülés? Hát bizonyosságot. Hogy valahová tartozol? Most nem tudom, hogy mi ez, de az elég széles a világ, elég nyitott az internet. Hát képzeld el. Nyomozzuk ki, hogy... Nem is ez volt a nevünk, képzeld el. Hát mi? Hát Dajcsnak hívtam. Hát jobb a dévényi. Azért jó. De figyelj, akkor keressük fel a rokonokat. Keressük meg a rokonokat, keressük meg a gyökereinket. Ennyi idő után. Hát mondom az interneten, van családfoglalkoztatás, és ez nagyon izgalmas, hogy lehet, hogy vannak rokonaink valahol a világ. És majd, hát hogy tartozom valami. Mert figyelj, én tulajdonképpen ezt az egész Kárpátia zenét, meg ezt a helyzet csak tacból kezdtem el hallgatni meg. Na de azért most érted, hogy micsoda különbség. Jó, hát az egész neved, az egész élet, ahogy fölnőtt. Figyelj, én nem mondom a barátaimnak, aki ezért nem lesz a barátom, az... Azért nem kár. Nem értek. Hát te meg... Jó, hát én, igen. Apa tudja? Vagy neki sem mondtad el? Szerintem... Hát nem nagyon tudja. De sejtheti. Nem. Hogy éltetek ti együtt? Vannak dolgok, amit úgy éreztem, hogy csak az én családomra tartozik. Apámra, anyámra. Összefeküdtetek ebbe az ágyba, kire tartozik? Más az ember, akivel megosztja a testnedveit, a titkait is megosztja, nem? De utána már nem tudtam elmondani, amikor megszülettél, utána már nem tudtam elmondani neki. Hát későn mondtam el. Jó, akkor majd én elmondom, hogy rájöttem magamtól, nem? Belenéztem a tükörbe. Majd a szép orrom van nekem! Meg hogy miért így beszélek, hogy... Hülyeség! Jaj, de hülyeség! Miért? Figyelj! Lesznek rokonaim, megyünk Izraelbe szörfözni a tengerparton. Na? És akkor együtt is mehetünk? Hát, vagy menjünk be a nagy fotelhez. Szeretnénk. De te... Figyelj! Hát most vagyunk... Utazni. Persze, most vagyunk 13, férfi lettem. Hogy mondják? Burmicma. Megyünk Burmicma, azt megyünk a nagyfaterhoz, meglátogatom, adok neki egy taslit, hogy nem mondta el, aztán elmondjuk a faternak, és utazunk. És együtt elmutatunk. Férfi van a háznál, mindig is körülmetél, de hát az vagy. Szóval,
Igen, van, amikor olyan röhögősebb előadásaink vannak, de úgy látszik, hogy azért néha megkerülhetetlen, hogy nehéz és kemény és titkosabb témákkal is foglalkozzunk. Mindjárt kitaláljuk, hogy még a mai történetnek mi legyen a vége. Az-e, amit én megírtam, vagy valahogy így együtt mindjárt kisütjük. Jó, azon vagyok! Csak most, még utolsó szó jogán elmondom, hogy április 10-én is van Pszichoszínház ugyanitt, és jön a egyszerűen lenyűgöző, szépségű és tehetségű Radnai Csilla, és jön vele játszani a Fenyő Iván, Kamu. Nem ez a kamu, hogy ez lesz, hanem a téma lesz a kamu. És arról fogok írni egy előadást, hogy ez most kamu, vagy az kamu, hogy nem kamu. Vagy az a kamu, hogy kamu. És akkor is megpróbálom, hogy egy fikarci politika ne legyen benne, de hogy kamus világban élünk, azt tuti. Úgyhogy most van rá egy hónapom, hogy kitaláljam, hogy mivel szórakoztatjuk a kedves közönségünket, kamu témában. A májusi témám is megvan, de ahhoz még nincsenek meg a színészek. Mert nem olyan egyszerű ám az én életem, ahogy azt úgy, mikor ideérünk, addigra már úgy tűnik. Na, szóval az még nincs meg. Csak az, hogy miről szeretnék majd előadást tartani. Na, gyertek akkor ide! Szóval, akkor most valami záró akkordot gondoljunk ki. Én azt gondoltam, hogy ugye itt végig mennek ezek a viták, veszekedések. Tulajdonképpen előbb-utóbb mindenkinek a helyzetét valahogy meg tudtuk érteni, vagy azt hiszem, hogy nem volt olyan nehéz megérteni őket. Mi lesz ennek a vége? Írjátok meg ti, tessék! Eljátszunk. Tessék rendelni, most kivételesen, csak önöknek, csak nektek, csak itt! Mi legyen itt a pozitív befejezés, beszélgetés, néma játék? Hát hogyan válunk el a sok titkolózást? Csak kell kinárulni, hogy nincs munkája. Árulja el? Hát valahogy ki kéne deríteni. Vagy addig jár az asszony a kútra, amíg be nem kopog a munkahelyén. Árulja el, derüljön ki. Igen? Hát ez az utolsó találkozás, ez egy megoldás. Nem, itt már olyan nem találkozott, akik kapok munkát, és utolag bevallhatja. Hát nem. Kivel találkozott? Hát most ami a telefonban, amit a szőkehajszállal. Egy férfi párti megoldás. Igen? Jó? Védjük a pasikat. Igen, hogy van valaki? Igen? Igen? Megválnak-e ezek? Legyen egy kölcsönös vallomás. Egyikben vallja a származását, másik, hogy nem volt munkája, és... Miért válnának el most már? Ugye? Annyit dolgoztam velük már, annyit beszéltettem őket már, annyi minden alakult. Jó? Jó. Akkor... Hát igen, ez a kérdés. Négy szerepet nem tudunk egyszerre játszani. Nem, igen, most Zsolti nem tud beszélni az apjával. De hogy érted? A kislány meg nyaral. Görögországban. De a gyerekek, mert végülis Zsófival volt probléma, így volt a történet. Igen. Megoldódik azáltal, hogy a titkok valahogy napirágra kerülnek. Rendeződik-e a családi béke? Fog-e tudni teljesíteni az iskolában? Hát ha a szülők rendezik, akkor a szabad a gyerek. Így van. Hát igen. Én is így gondolom. Tehát, hogy végülis mindegy, hogy mi a titok, vagy mi lebeg így az éterben. Valami titok, akkor tulajdonképpen nem is biztos, hogy ezt néven tudja nevezni egy gyerek, vagy egy felnőtt, vagy bárki. Csak úgy nem néz a szemébe. Csak azt látja kívülről, hogy ő nem néz az ő szemébe. Ugye? Hogy
lopkodják egymás telefonját, meg ilyeneket csinálnak. Tehát azért a gyerekek, még ha sokkal kisebbek, akkor is jogos azt mondani, hogy, nem hülye, csak kicsi. Ugye? Na most egy kamasz, az pedig szerintem igen éles látó. Lehet, hogy sokkal érettebb és őszintén, mint a felnőttek. És hogyha ez ki van mondva, akár rossz is, igen? Akkor is könnyebben megérti, hogy látják a békességet mondjuk két szülő között. A békülési hajlamot. Igen, hát ha egy Bergman filmben lennénk, akkor most mit tudom én, most akkor lenne egy karácsonyi buli, és akkor mindannyian így együtt leülnének, ugye? Esetleg. Vagy eljönnének családterápiára. Tessék? Nem, bucs. Jó, akkor azt ajánlom, hogy legyen egy olyan zárójelenet, hogy nagypapát eltemettük, már kisírtátok magatokat. Örököl. Ja, és nem is kell neki többet dolgozni. Figyelj, tanulj bele jobban a gofrisütésbe, megy ez neked. Úgyis már egy bódét neked. A pszichológusod is azt mondta, ha unod a szakmádat... Víz alatt gofrit sütni, hogy ne. Nem biztos. Hát ahogy te az előbb is rácsöppöntettél egy szemésben. Pufiból, gofrit. Na jó, szóval legyen ez, hogy egy-két nappal ezután... Legyen egy karácsony este, ahol mind a négyen itt vagyunk. És felváltva jövünk be. Jó? Karácsony! Húsvét, te! Jó, az akkor legyen az a... Hét gyertyát. Ja, darabonként... Lesz neki 7 gyertya, nekem meg izé, karácsony. Nem jó, mert összeveszünk rajta. Nem, nem. De nem arról van szó, hogy átért és vallásos lett. Mert a karácsony a szeretet ünnepet, tehát az... Akkor ezt bizony is. Jó. És most szülőszünet? Most szülőszünet. Ajándékokat elluktad, mert de csak csak mert úgyis megtalálják. Egy órát kapunk. Jó, órát. Jó, tudja. De ilyen szép, színes... Jó drága volt. És ami úgy átlátszik, olyan órát. Jó, azt rájuk adom a nevet is? Mert a Zsoltinak megvettem kisakot, meg térdédőt, meg egy elektromos körteszkát. Mert hát ez tudod, hogy azért lesz, hogy ha autószerelmény, hát ért hozzá autószerelmény. Jó. Igen, rendben van. És most itt karácsony van. Igen, elmúlt hetekben én nagyon indulatos voltam. És igen, igen. És mert hogy hát nem volt munkám. Kirúgtam. De már van. És miért nem mondta ezt meg nekem? Nem tudtam azt. De hát megőrültem ebben az időszakban. Borzasztó, hogy ilyet eltitt. Miért titkolsz el előre? Miért nem? Mi az, ami gátol abban, hogy elmondjál valamit nekem? Nem tudom, mert úgy éreztem, hogy te sem mondtál el. Tehát ő voltak ilyen. Ugye állapodtuk meg, hogy mindenki megmarad a saját vágányán. Te neveled a lányt, én nevelem a fiút, tehát ez... Jó, de hát ezt tudod jól érzni, hogy csak ezt nevelem, meg csak azt, de mindegy, ebben nem megyünk bele, hogy neveljük a gyerekeket, mert akkor karácsony ide, karácsony oda nem tudunk normálisan leülni az asztal mellé, de hát... Jó, és akkor most van munkád, és most a lelked? És nincs senki, abban a szőkenővel azért találkoztam, mert ő adott egy új reklámcéget alapítottunk. És a vállalatra borult közben? Jó, nem bírom. Ismered? Hány éves a főnök? Az anyád, az fasz meg, az anyád! Anyád, a te anyád! A nagymama alkalmazta a papát.
mert a pszichiátriám... Ezt te találtad ki, arra tudnék, ne találj! Önkéntesként dolgozik minden délután. Orvosi karra, és ezért kell hetente 8 órát dolgoznia különböző egészségügyi intézményeknél. Volt a csecsemő osztályon, de sokkal jobban érdeklik az elmebetegek, és ezért oda vár bennünket szeretettel. Menjünk! Köszönjük szépen! Valahogy csak befejeztük. Takács Katit láttuk. Köszönjük szépen!